Május 4-e és 8-a között került megrendezésre 60-ban a Születés Hete Fesztivál elnevezésű országos szakmai, kulturális és tájékoztató jellegű programsorozat az Albert Schweitzer Kórházban. A közel 3 órás ünnepélyes megnyitó elején Horváth Trihárd, 60 város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, illetve a születés és anyaság eszméiről mondott pár szót. A születés az az élet csodája, hiszen a mi vérünk születik meg akkor, és majd viszi mindazt tovább, amit mi elkezdtünk. És anyának lenni, remélem, hogy meg tudom fogalmazni, úgy gondolom, hogy a világ egyik legcsodálatosabb dolga. És ez a csoda, ez valóban a születéssel kezdődik, és még élünk, addig szülők leszünk, hiszen amíg én élek, addig én, édesanyámnak is én az egyetlen nagyobb kisfia leszek. Az pedig, hogy itt vannak a 60. kórházban, az egy nagyon pozitív dolog, hiszen a 60. kórházban a szülészeten a szülések száma az folyamatosan nő, ez pedig azt jelenti, hogy a kórház iránt a bizalom az folyamatosan nő. Én mindannyiunknak egészséget és egy olyan anyai létet kívánok, amelyet szeretnének önmaguknak, és szeretnének születendő gyermekeiknek vagy gyermeküknek. Polgármester úr gondolatait követően dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója beszélt a 4 éve megújult intézményvezetés eredményeiről, külön kitérve a szülészeti osztályon történt fejlesztésekre. 4 évvel ezelőtt, amikor az új városvezetés, az új kórházvezetés megkezdte a munkáját, azt gondolom, hogy kiemelt figyelmet fordítottunk a szülészeti osztályunk, a szülészet-nőgyógyászati osztályunk fejlesztésére, a szülőszobák fejlesztésére, és egyáltalán arra, hogy minél több gyermek szülessen a 60. kórházban, 60-ban és 60 környékén. Nagyon fontos ez a mutató, azt gondolom, akár egy térség, egy város életében, hogy mekkora születésszám, a szülésszám egy intézményben. Azt gondolom, hogy ez egy olyan társadalompolitikai mutató, ami mindenképpen, ha növekvő, akkor az azt jelenti, hogy a térség, a régió, az egy fejlődő régió, és ezt én azt gondolom, hogy aki 60-ban jár, akár a 60. kórházban, akár 60 városában vagy a környéken, ezt bizton láthatja. Országosan is most már kimondható, hogy az elmúlt 2 évben folyamatosan nő a születések száma. Ez nyilván köszönhető a kormány számos családbarát intézkedésének, de én azt gondolom, hogy annak is mindenképpen, hogy az intézmények egyre inkább igyekeznek családbaráttá, bababaráttá válni, és igyekeznek olyan körülményeket kialakítani az intézményben, amelyek bizalmat gerjesztenek, és látják az édesanyák, a leendő szülők, a családok, hogy itt tényleg őszinte igaz gondoskodást kapnak a várandós gondozás alatt, illetve a szülés alatt, és azt követően rengeteg fejlesztést, eszközvásárlást, felújítást végeztünk saját magunk, a fenntartónk, a város, illetve a Samsung ZRT, a legnagyobb támogatónk segítségével a szülészet-nőgyógyászati osztályon. És hát ennek az az eredménye, hogy a tavalyi évben már átléptük azt a bűvös 500-as születésszámot, amit már nagyon-nagyon régóta szerettünk volna elérni. A megnyitó beszédeket követően anyák napi előadással kedveskedtek a vendégeknek. Először a 60-i Gesztenyés kert óvoda növendékei adtak elő egy rövid műsort, amit Molnár Eszter énekelőadása követett. Köszönöm.
azon az édes éjszakán. A szakmai előadásokat megelőzően dr. Zámbó László, stratégiai igazgató és a szülészetnőgyógyászat osztályvezető főorvosa mutatta be részletesen a szülészeten eszközölt fejlesztéseket. Most egy rekonstrukció előtt áll a kórház. A szülészetnőgyógyászati osztály szülészeti része is teljes egészében meg fog újulni. Új szülőszobák kerülnek kialakításra. Olyan körülményeket fogunk tudni teremteni ennek a beruházás keretében a szülészeten, ahol egyágyas, úgynevezett apás szülésre alkalmas szülőszobák fognak kialakításra kerülni, illetőleg új berendezéssel lesznek berendezve, vizes blokkal ellátva, szinte mint egy kis minigarzon fog működni ez azon rövid időszak alatt, amit a kismamák, kispapák a szülést és szülés folyamata idején ott tudnak tölteni, illetőleg a műtőberuházás keretén belül a császárműtő is meg fog újulni, közvetlenül ott lesz ugyanazon a folyosón, a szülőszoba közvetlen közelébe, hogyha valami baj lesz, probléma lesz, akkor azonnal be tudjunk avatkozni, és azonnal el tudjuk végezni a szükséges esetleges műtéti szülési beavatkozást is. Ez is, mint az egész központi műtőblokk, egy 21. századi kialakítású lesz, teljesen új, modern építészeti, illetőleg technikai felszereltséggel, amire mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és bízunk benne, hogy a megfelelő színvonalú működtetésről is ez a csapat, aki pillanatnyilag dolgozik a szülészeti osztályon, meg fog tudni felelni ennek a feladatnak. A szakmai előadások során dr. Deák Beáta, az intézmény szülészeti nőgyógyászati osztály orvosa nyitotta, aki a várandós gondozást érintő változásokról beszélt. 2014. júniusában módosult a várandós gondozásnak a törvényi szabályozása, így ennek kapcsán itt 60-ban is gyökeresen átszerveztük a korábbi gondozási rendszert. Az egyik fő változás az a rizikó megjelenése. A terhesség rizikóját azt minden esetben megállapítjuk, amikor a kismama először jelentkezik a gondozásunkon, és ilyenkor attól függően, hogy a kismamának vagy közvetlen hozzátartozóinak a kórelőzményében van-e olyan tényező, amely a mama vagy a baba egészségét károsan befolyásolhatja, magas vagy alacsony rizikót állapítunk meg. Ha van ilyen tényező, akkor mindig magas rizikóról beszélünk, ha pedig nincs, akkor alacsonyról. Ilyen tényező lehet például, hogyha kismamák dohányoznak, hogyha túl magas a testsúlyuk, hogyha túl fiatalon vagy túl időskorban vállalnak gyermeket, korábbi műtétek, például császármetszés lehet ilyen, de ilyen lehet például egy előző terhességben létrejött cukorbetegség vagy magas vérnyomás. A másik fő változás pedig ezt a rizikóbesorolást felhasználva, hogy a szülésznők is részt vehetnek mostantól a kismamák gondozásában. Ez úgy néz ki, hogy mikor megállapítjuk a terhesség rizikóját, akkor a kismamák alacsony rizikó esetén szülésznőket is választhatnak gondozójukként, viszont magas rizikó esetén csak és kizárólag szakorvos végezheti a gondozást. Minden esetben kell a kismamának választani egy szemét, aki tehát a rizikójának megfelelően lehet orvos vagy szülésznő, aki aztán később a gondozásáért felelős, felelős személynek is nevezhetjük. Ő az, aki felügyeli a gondozás menetét, és folyamatosan ellenőrzi, hogy a kötelező vizsgálatok megvannak-e. A gondozásban mindig részt vesz még a védőnő és a házi orvos, valamint kiemelném még itt maguknak, a kismamáknak a szerepét, hiszen az egész gondozás egy olyan komplex egészségügyi rendszer, amiből őket nem lehet kihagyni. Nagyon fontos, hogy a mi tanácsainkat kövessék, és elmenjenek azokra a vizsgálatokra, amit mi fontosnak tartunk. Dr. Deák Beáta a továbbiakban taglalta, hogyan jelennek meg ezek a változások a gyakorlatban, illetve kiemelte annak az előnyeit, hogy az új rendszerben több szakember is foglalkozik majd egyszerre a várandós kismamákkal. A második előadást dr. Danis Ildikó tartotta, aki a korai kötődés elméletét ismertette az érdeklődőkkel. Elmondta, a korai kötődés már a várandóság ideje alatt előhangolódik, és később az élet egész hosszára jelentős hatást gyakorol. Nem csak a személyiség fejlődésére hat, hanem a későbbi kapcsolatokra és a saját szülőségre is.
Többek között szülői felelősségről és a kötődés elméletével kapcsolatos tévhitekről is beszélt. Nincs ma már az a tudás, hogy eldől minden az elején, hogy milyen volt egy kis csecsemőnek a gyermekkora, a gondozói háttere. Ez folyamatosan alakul az életút során, és azért kell vigyáznunk és örülnünk ennek, mert felelősségünk van az egész életúton át, hogy milyen kapcsolatot őrzünk és alakítunk ki a gyermekeinkkel. Vannak olyan információk, amik azt mondják, hogyha például egy várandóság nagyon nem jól sikerül, vagy egy szülés nagyon nem jól sikerül, esetleg császármetszésre van szükség, vagy a kismama akár a saját állapotától, akár a gyerek állapotától kifolyólag nem tud szoptatni, vagy bármi ilyen dolog, hogy akkor a korai kötődés az veszélyben van. Ez nem igaz. A korai kötődés az a folyamatos, nap mint nap, minden percben, minden órában zajló interakciók révén alakul, és az első év végére stabilizálódik. És ez az első év, ez arról szól, hogy tanuljuk egymást, anya és gyermek. A gondozói szenzitivitás kapcsán nyilvánvalóan egyre inkább megismerjük a gyerekeink jelzését, és egyre hatékonyabban tudunk erre válaszolni, és a gyerekeink is egyre hatékonyabban tudják kifejezni, hogy mire van szükségük. A mindennapi gondozási interakciók révén tulajdonképpen az első év végére szilárdul meg ez a kötődési kapcsolat, és még akkor sem mondhatjuk el, hogy az egész életen át tartva ez így lesz. Ez egy folyamatos munka, amiben mindig oda kell figyelnünk a kockázatokra és a védőfaktorokra. Toma Andrea védőnő zárta az előadás sorozatot, aki a megrázott gyermekszindróma veszélyeire hívta fel a figyelmet. 2003-ban Kanadában végeztek egy vizsgálatot. 364 olyan gyermeket vizsgáltak meg, akik megrázott csecsemők voltak. Nagyon tragikus eredményre jutottak. Közel ugye 20%-a a babáknak a rázás után meghalt. Az a 81%, aki túlélte a megrázást, az komoly károsodásokkal élte túl ezt a megrázást, idegrendszeri károsodásokat, érzékszervi károsodásokat szenvedtek, látás, hallássérüléseket, mozgássérüléseket, illetve a gyermekek 85%-ának komoly, komplex kezelésre és fejlesztésre volt szüksége. A rázás következtében a gyermek feje egy ilyen ostorcsapó mozdulatot végez. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az autóba egy óriási ütközésnél a gyermek feje előre rendül és hátra. Ugyanez a mozdulat játszódik le akkor, hogyha a gyermeket megrázom, vagy feldobálom. A csontos agykoponyán belül az agyállomány elmozdul, és azok a pici piros foltok, azok az elszakadt erekből kiemlő vért jelképezik. Ez a szemüregnek a képe, és miután a szemüregen belül a szemgolyó is elmozdul, ugyanilyen vérzéseket indukálhat egy rázás. Ezek az idegrostok, amelyek szintén elmozdulnak, és ha jelentős a rázás, akkor ezek a idegrostok el is szakadhatnak. A csecsemőknek a testükhöz képest a fejük nagy, majdhogy nem a testalkatuknak a negyedét kitölti ez a nagy fej. Ugye gyengék a nyakizmok, fejletlen még az agy, éretlenek az erek, tehát ez az első életévben egy különösen veszélyes bántalmazási forma. Milyen tünetei vannak ennek a kórképnek? Ugye, hogyha erőteljes a megrázás, akkor légzésleállás, keringés összeomlása áll elő, és a gyermeket elveszítjük. Azonban, ha egy közepes erősségű megrázásról beszélünk,
akkor a tünetek változatosak lehetnek. Egyrészt lehet a csecsemő egy izgatottságot tapasztalni ingerlékenységen, illetve egy furcsa, a normálistól eltérő, magas frekvenciájú hangos sírást tud produkálni ez a gyermek, de hányás, tudatzavar is előlép, felállhat, de előfordulhat mély alvás, amiből nem lehet a gyermeket felébreszteni. Ha a gyermek ezt az első krízist túléli, akkor utána a megrázás után különböző változatos tünetek állhatnak elő. Valójában attól függ ez, hogy az agyállomány hol ütődött oda a csontos agykoponyához. Az előadások befejeztével dr. Stankovics Évát kérdeztük a rendezvénysorozat jelentőségéről, illetve beszélt a kiemelt programokról is. Ez egy remek lehetőség arra, hogy egy kicsit az intézményünk működését, életét, szolgáltatásait meg tudjuk mutatni a leendő kismamáknak, édesanyáknak, családoknak. Egy kicsit olyan ez, mint az iskolában a nyílt nap, hogy be tudjuk mutatni a szülészeti osztályunkat, meg tudjuk mutatni az ott rendelkezésre álló eszközparkot, azt a környezetet és szolgáltatást, amit a szülésre való felkészítés, folyamán, illetve a születéskor, szüléskor találkozik a kismama, mindenképpen nagyon fontos, és hát évről évre több résztvevője van ennek a programnak. Ilyenkor megtelik a rendelőintézet aulája édesanyákkal, várandós kismamákkal, és hát a mi zenefüleinknek a gyerekzsivajjal. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, egyre népszerűbb ez a rendezvényünk. Amiben most mi próbáltunk segíteni, az a szülés utáni, szülést követő rögtöni gondoskodás, illetve lehetőségek a baba gondozásba. Gondolok itt arra, hogy szakmai előadások is szóltak a szülést követő kötődésről, egyéb olyan traumákról, amiket el kell kerülni az édesanyáknak, főleg olyan édesanyáknak, akik első gyermeküket szülik, tehát a megtapasztalás folyamatát élik, illetve hát olyan lehetőségeket, amik a babák gondozásában, mint a babaúszás, a babamasszázs, ami már egészen a szülést követő hetekben lehetőség van arra, hogy itt az intézményünkben igénybe vegyék, és próbáljuk ezekre a szolgáltatásokra, lehetőségekre felhívni a figyelmet. Amire nagyon büszkék vagyunk, és kiemelten szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy pénteken megmutatjuk, megnyitjuk a szülészeti osztályunkat a látogatók, édesanyák részére. Egy nyílt napot tartunk, és betekintést nyerhetnek olyan helységekbe, helyekre is, ahova aztán csak élesben a szülés folyamatában kerülhet az édesanya, esetleg az édesapa, mert ugye lehetőség van nálunk apásszülésre is. Én erre hívnám fel a figyelmet, hogy éljenek mindenképpen ezzel a lehetőséggel, mert segít felkészülni a környezet megismerése is a szülésre. A hét hátralévő részében a babaúszás és babamasszázs mellett U60 és U60 védőnői szolgálata tartott nyitott tanácsadást az érdeklődők számára. Érdekes és kifejezetten fontos információkkal gazdagodhattak mindazok, akik ellátogattak a Születés Hete Fesztivál nyitónapjára.